Ezek alapján mindenkinek lehet úgymond kedvenc ünnepe. Mai ünnepünk a kezdetekre irányítja figyelmünket, amikor is Szent István király nyugat-európai mintára keresztény államot és egyházat szervezett, alapított. Zseniális módon nem csak másolta a frank grófságok szervezeti felépítését, hanem egyben alkalmazta is őket a magyar viszonyoknak megfelelően itt a Kárpát-medencében. Alkotása maradandónak bizonyult napjainkig is, és úgy tekinthetünk rá, mint olyan örökségre, amelyet itt és most nekünk kell tovább vinnünk és tovább fejlesztenünk. A nemzeti együttműködés rendszere a magyar nép politikai sorsa. Az oroszoké más, nekik Cárkel, az észak-olaszoknak az egységes Itália semmi, a városállam már valami, az már működőképes. A németeknél mindez tartományok formájában hatékony, miközben kacérkodnak a német-római császárság gondolatával. Az angol százok a váltógazdálkodást szokták meg, 200 éve ez a rendszer válta náluk, ez működik hatékonyan. Egyiptomban és a közel-keleten azonban despotizmusra van szükség, modern fáraókra. Minden nép a maga lelki alkatához, attitűdjéhez alkalmas politikai rendszerben találja meg magát. Magyarországon ez a nemzeti együttműködés rendszere. Ezt sokan felismerték már a 90-es évek közepén, de még többen támogatták a magyarok közül 2010-től. És azt is reméljük, hogy a közeljövőben is sokan érezhetjük majd ennek áldásos gyümölcseit. Az igazi érdekek összehangolására van szükség továbbra is. Van a legkisebb és legfontosabb közösség a család érdeke, egy adott településen, faluban vagy a városban élő polgárok összességének az érdeke. Van érdeke egy közigazgatási régiónak, megyének is, és vannak országos érdekek, és van a világ összmagyarságának együttes érdeke. Van Európának is érdeke, ami már egy egész kontinens, és a többi négy földrésznek is megvannak a sajátos érdekei. Amikor valaki nem mások kárára érvényesíti saját érdekeit, mert figyelembe veszi az örök erkölcsi rendet is, akkor nincsen baj. Ha a bizalom légkörét erősítjük szavahihetőségünkkel, akkor egy emberségesebb és testvériesebb világot tudunk építeni a jövőben. Szent István királyunk imádkozó ember is volt, azt is tudta, ha bármilyen jól is megszervezi a magyarok új államát, az ember élete nem itt fog beteljesedni, hanem a túlvilágon, Isten országában. De fordítva is igaz a mondat, csak akkor jutsz el Isten országába, ha ezt a földi magyarok országát is építed, ahová a titokzatos isteni gondviselés helyezett téged. Ő elvállalta a saját küldetését, hivatását, mi is vállaljuk a saját küldetésünket, az ő nagyszerű példájának hatására is. Amen. Add meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérjük téged, hallgass. Áld meg, népünk vezetői, hogy eredményesen dolgozzanak országon felvirágoztatásán. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat a magyar jövő zálogát. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi úrunk által. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér tiszteletére rendezett városi ünnepségünkön. Köszöntöm a testvértelepülésekről megjelent vendégeinket,
a település vezetőit, az egyházak képviselőit, Ácsváros polgárait. Felkérem Csuka László urat, Ácsváros alpolgármesterét ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket mai nemzeti ünnepünkön, köszöntöm a megjelent ácsi emlékezőket, és külön köszöntöm a határon túli vendégeinket, akik ma együtt ünnepelnek Önök. Azt mondják, az ünnepeket azért álmodták meg, hogy üzenetük legyen. És egyúttal rendkívüli pillanat az életünkben az ünnep, ha tudunk ünnepelni. Ha méltóak vagyunk arra, hogy tisztelettel és becsülettel emlékezzünk elődeinkre. A tudósok pedig azt írják, hogy a múlt gyökereiből táplálkozik a jövő, és az a nemzet, aki nem ismeri múltját, annak nem is lehet jövőképe. Vasa Albert pedig így fogalmaz, amikor a nemzetről vall. Abban a percben meg kellett volna érezzem, hogy mit jelent magyarnak lenni. Elsősorban jelent örömet, mindazt az örömet, ami becsületes szándékban és munkában megterem. Meg azt az örömet is, hogy az igazság mindig erősebb a hamisságnál, még akkor is, ha hosszú ideig eltitkolja erejét. Második sorban jelent büszkeséget, hogy bírni tudtuk a szenvedést, amit azért rakott Isten a vállunkra, hogy általa megerősödjünk. Egyrészt, másrészt pedig tanuljunk belőle, és igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok voltak velünk. Jelent még erős és jókedvű elhatározást is, hogy no világ, most aztán csodálkozz, ha újra kezembe veszem a kaszát. De ugyanakkor bánatot is jelent, igazi testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbá is a remény marad magyarságuk egyetlen vigasztalása. Ennyi mindent jelent magyarnak lenni, és éppen az a szép benne, hogy örömet is, és bánatot is, büszkeséget is, és erős elhatározást is egyszerre jelent. Tisztelt megemlékezők! Az ünnep sohasem a szónoklatokról, és nem is a szónokokról szól. Az ünnep az ünnepeltről, és az ünneplőkről szól. Augusztus 20-a egy erős elhatározással élő, egy megmaradó és keresztény államot és nemzetet álmodó és alkotó, uralkodóról szól. A mai ünnepen államalapító királyunkra, Szent István királyra emlékezünk. Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep. Szent István király és a keresztény magyar államalapítás emléknapja ez a nap. Minden nemzet megmaradásának záloga az, hogy tehetséges, távolba látó fejedelmének, vezetőjének sikerül-e a széthúzó társadalmából egységes, összetartó, egy célért munkálkodó országot kovácsolni. A magyarságnak különösen szüksége volt országa határainak kijelölésére, mivel belső Ázsiából kiindulva nyugatra tart útjuk során sorra olyan területeket szálltak meg, rövidebb, hosszabb ideig, ahol a kard, az íjak, a harcosok ügyessége és bátorsága döntötte el a szálláshely, a legelő és a téli szállás, kő és faházainak helyét és a birtokolt terület nagyságát. A honfoglalás mindezek ellenére nem kellett véres harcok által megvívni, mert olyan kegyelmi állapot uralkodott a 9. század végén, amelyben a bevonuló magyar törzsek kisebb harcokat kivéve végében foglalhatták el a Kárpát-medencét. Az itt élő lakosok elfogadták az erőt sugárzó magyarokat, és önként vállalták az együttélést. Uralkodó nép volt a magyar, élén Árpád, majd Géza fejedelemmel, akinek kegyeit keresték a nyugati, már a központosítás útját járó szomszédja is. Új szint, új szokásokat, új kultúrát hoztak Európa szívébe, nem is szólva a messze keletről hozott egy istenjükről. Mert a magyarság mindig is egy istent imádott, akit tisztelt a napban, a holdban, a csillagokban és a természet csodáiban. A vajg néven napvilágot látó István, apja Géza fejedelem államalapító munkáját folytatta és végezte be. Feleségül vette Bajor Gizellát, és 1000. december 25-én elfoglalta a trónt. A koronát második Szilveszter pápa küldte a magyar királynak. Pápa ezen kívül soha senkinek nem küldött koronát, talán ennek is köszönhető, hogy István a nyugati kereszténységet választotta. Szent István a magyar állam megalapításával arra tanított bennünket, hogy teremthetünk magunknak otthont Európában. Otthont, mely védelmet és biztonságot ad, teret a kiteljesedésre. Otthont, amely bár képes változni velünk az időben, mégis állandó. Történelmi sikerünk, hogy volt, és mindig lesz a Földnek egy szeglete, egy önálló európai állam, amelyre minden magyar a hazájaként gondol, amelynek a neve Magyarország. Hogyan fogott mindezek építéséhez István király? Elrendelte, hogy minden tízfalú építsen egy templomot. 10 egyházmegyét alapított. Megszervezte a közigazgatást, a vármegye rendszer. Királyi törvénynapokat országgyűlés tartott évente egyszer Székesfehérváron, a királyi székhelyen. Törvényeinek nagy része a magántulajdon védelmét szolgálta. Szent István napja időszerű ünnep ma is, amely a jelen cselekvéseinkre is útmutatást ad Európa közepén, a Kárpát-medencében, kelet és nyugat hatalmai között.
A nagyhatalmak között elhelyezkedő Magyarországot István király fegyveresen is védelmezte a hódítókkal szemben, és teljesen véget vetett a kalandozásoknak nevezett idegen országokban állomásozó katonáskodásnak, amelyet később az idegen Habsburg hatalom igyekezett visszahozni. Szent István vállalta, hogy országát minden oldalról, mind keletről, mind nyugatról megvédi. Nekünk is ezt kell tenni egy évezetet után, még ha más eszközökkel is, de határozott, következetes fellépéssel és összefogással. Tisztelt jelenlevők! A mai napon azért gyűltünk itt össze, hogy közösen állítsunk emléket annak a több mint egy évezredes Szent Istváni akaratnak, amely egyben tartott minket itt, a Kárpát-medence ölelő karjaiban. Az alatt az időszak alatt, amely első nagy és szent királyunk uralkodása óta eltelt, sok állam, ország, nép és nemzet tűnt el a történelem semmit nem kímélő pokoli malmának kerekei között. Hol van már az ókori Róma, Bizánc, a latin császárság, a német-római vagy a hatalmas oszmán birodalom? Az idők tengere elmosta őket. De Magyarország megmaradt. Megmaradt, túlélt, átélt, és meggyőződésünk szerint tovább is fog élni. Hitünk ebben nem minden alapot nélkülöző, hiszen mi még mindig itt vagyunk, azon a helyen, ahová minket elődeink elvezettek, és pont alapítottak a nemzetünknek. Hosszú évszázadokon keresztül hazudtak a múltunkról, a gyökereinkről, meghamisították történelmünket. Egy valamit azonban soha nem szabad elfelejtenünk. Magyarország volt Európa első igazi, központosított államhatalma, bárhogy próbálják ezt mások tőlünk eltagadni. A magyarságnak Szent István kora óta hivatása, küldetése van. Őrt állni itt Európa szívében, és őrizni a keresztény hitet. Ez volt akkor is, amikor Szent László letörte a kunokat. Amikor IV. Béla megállította a tatár előrenyomulást, amikor a török verő Hunyadi kardjától rettegett az egész oszmán birodalom. Ez a töretlen hit égett Zrínyi szemében, amikor kirontott Szigetvárról, amikor Dobó István a várfokára emeltette saját koporsóját. Ez a hit mozgatta Besenyeiéket és Kazincéikat a magyar nyelvért folytatott küzdelmükben. Ez indította útjára a reformkor nemzetemelő mozgalmait, élőkön Széchenyivel, Vörös Martival, Petőfivel és Arany Jánossal, amely a népek tavaszán a magyarságot felemelte a többi nemzet fölé. A 20. századba lépve is többször kellett újra alapítanunk államunkat. Trianon és a II. Világháború csapásai után. És akkor is, amikor azt láttuk, hogy akik felszabadítóként érkeztek, megszállóinká lettek. Mint ahogy a világ fölé emelkedtünk 1956-ban is, amikor egy maroknyi hazáját féltő ember bátran dacolt a világ legerősebb hadseregével. Mindegyiküknek ez a több mint 1000 éves hit volt az ászlóikra tűzve, és mi ezt a hitet ünnepeljük augusztus 20-án. Kedves ünneplő ácsak, tisztelt barátaink Székelyföldről, Felvidékről és Franciaországban. Adjon az Isten nekünk is hitet és békességet. Egy nyugodt, rendezett jövőbe vetett hitet. Hitet ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni magunknak és utódainknak a jólétet és békességet. Hitet abban, hogy minden magyar egymásra talál, határainkon innen és túl. Adjon Szent István emléke reményt a békére, adjon reményt nemzeti büszkeségünk megerősítésére és megtartására, hiszen van mire büszkének lennünk. Adjon alázatot is, hogy értsük és értelmezni tudjuk a körülöttünk zajló világot. Azt a mai 21. századi világot, amelynek építményei a mi otthonaink. És az, hogy ezek mennyire állják az idők viharait, rajtunk múlik, mindannyiunkon. Ezért nem elég büszkének lenni elődeinkre, nem elég fejet hajtani az ő teljesítményük előtt, követni kell az ő eszmélységüket és tetteiket, hiszen tudjuk, hogy a mai változó időknek azok lesznek a nyertesei, akik, mint mi magyarok is, vérükben hordozzák a tudást és a lélek erejét. Ha a lélek emelkedik, csak ugyanből emelkedik minden. Emeljük fel hát lelkünket mi is. Kezdetnek elég lesz, ha oda emeljük, ahová ez van írva. A haza minden előtt. Tisztelt megjelent ünneplők! Még valamit ünnepelünk, mi magyarok ezen a napon, az új kenyér áldását. A kenyér az egyik legszebb szó, magyar szó, mondja Vég Antal. A jelentése a lét és az élet összessége. A kenyér az ételek között olyan, mint az imádságok között a mi atyánk. A kenyér az emberiség számára még ma is a legfontosabb élelmiszer, sőt, szakrális jelkép. A kenyér Isten áldása, ezért is rajzolnak rá megszegése előtt sokan ma is keresztet. Számos hiedelem és szokás kapcsolódik hozzá. Ezek közül az egyik legújabb keletű szokásával a kezdeményezés, a Magyarok Kenyere Mozgalom, hozzá Gárcsakhoz nagyon is közel áll, és most már aktív részeseivé is váltunk, határon túli vendégeink, testvéreink segítségével. Megemlékező gondolataimat Tamás István, Tiéd ez az ország című költeményével zárom. Még gyermek voltam, és apám megfogta kezem. Megmutatta nekem, hol él a nemzetem. Mutatta az erdőt, a zöldellő réteket, ahol szebb jövő vár rám, és boldogan élhetek.
Mutatta az Alföldet, a Dunatisza közét, a Jászságot, a Bakonyt, a 64 vármegyét. Mutatta az utat a nádosok között, ahová hős-hőseink lelke költözött. Nézd, fiam, a folyókat, nézd a völgyeket, a nyíló virágokon réten a fényeket. Ez mind a tiéd, fiam, óvd és vigyázz rá, ne hagyd az idegent, hogy hazád elragolják. Érisd meg a követ, mert az is a tiéd, tiéd a folyó, a park, el ne add semmiért. Tiéd ez az ország, múltja és jelene, neked teremtette a magyarok istene. Tisztelettel emlékezve a nekünk hontalapító István királyunkra, kívánok önöknek nyugalomban, békességben töltött további ünnepet. Köszönöm, hogy meghallgattak, megtisztelő volt a figyelmük. Gerecsei Zsolt nagy tiszteletű és Varga Imre plébános megáldja és megszenteli az új kenyeret. Könyörögjön! Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt az új kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből lesznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre, tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Kedves ünneplő testvérek, a 127. Zsoltárból egyetlen igeverset szeretnék olvasni. Hiába nektek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. Testvéreim, Isten igéjéből tudjuk, hogy az Úr gondolatai nem a mi gondolataink. Az Úr gondolata az, ahogyan ebből az egyetlen ige versből is kiderül, hogy megáldja az övéit, de az áldáshoz meg kell állnunk. A mi gondolataink pedig azok, ami szintén benne van ebben az egyetlen ige versben, hogy korán kelünk, későn fekszünk, fáradtsággal rohanunk, futunk, és nem mindig a célért, nem mindig az eredményekért, hanem nagyon sokszor hiába való dolgokért. A kenyér meg akar bennünket állítani, mi pedig futunk érte. Rohanunk, küzdünk, kínlódunk, és a végén már nem is tudjuk, hogy miért. És miközben nagyon jó és nagyon gazdag társadalomban élünk, aközben csömörünk van a jótól és a gazdagságtól és a kenyértől. Meg akar állítani a kenyér. Nem futtába bekapni, hanem leülni, az asztalra tenni, megáldani, és úgy fogyasztani. A mi gondolataink a hiába való kapkodás és rohanás gondolatai. Istené, az áldás gondolata. Már csak egy kérdés van. Hiszed-e ezt? Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, akik megállunk a kenyér az Isten áldása előtt. Amen. Felkérem Lakatos Béla polgármester urat, és Sokalászló a polgármester urat az új kenyér megszegésére. Thank you.
gyermekkoromban, s azelőtt mindig, mikor az ember evett, s véletlenül lejtette a kenyeret, fölvette, róla a port lefújta, megpuszilta. Akkor úgy mondták, megcsokkolta. Majd az ember a kenyeret megette. Az ember a búzát lélekből termelte. Hogy jó legyen termése, imádkozott érte. Földjébe a legjobb magot vetette. Papjával a vetést megszenteltette. A búzát az ember, mikor aratni kezdte, búzaföld végén kalapját megemelte. Istenem, segíts! Mondta suttogva, csak azután aratott kaszálya súgva. A búza az életet jelentette. A búzát az ember életnek nevezte. Ha jó volt a termés, jövőre megvolt az ország kenyere. Szent István napján van az új kenyér ünnepe. A hatalom a szépet, s jót ígérte. A kereszt helyébe a csillagot tette. Majd a padlásról a búzát lesöpörte. Az ember ezer éves hitét. Istenét elvette. Az asszony a kenyeret lélekből sütötte. Hogy jó legyen kenyere, kovászát mindig félretette. A kenyeret a kamrában védett helyre tette. Ha megterített, az asztalra előbb a kenyeret tette. Az ember a kenyeret mielőtt megszegte, kezével keblére emelte. Késsel a lapjára a keresztet vetette. A kenyer szelepeket az asztalra tette. Gyermekét a szülő a kenyér tiszteletére nevelte. Az asszony, kinek ura messzire megy, a tarisznyába beletesz legalább egy darab kenyeret. Az éhes, kinek semmije sincs, koldul és kéreget. Legalább egy darab kenyeret. Keserű volt a bújdosok kenyere. Az öreg ember, ha szólni kívánt, ha gondját morogta korára utalva, s hogy mennyi van megette, azt mondta. A kenyere javát már megette. Az ember munkája volt a kenyere, s munkájával a kenyerét kereste. A szülő, ki gyermekét felnevelte, kitanította, azt mondta, kenyeret adtam a kezedbe. Ha az embernek három szakmája volt, három mestersége. Azt mondta büszkén, három kenyér van a kezemben. A kenyér, mely hitem szerint Krisztus teste. Bűnét hagyja az, aki azt megette. A kenyér a szentséget, a tisztességet, az életet jelentette. A magyar embernek a kenyér az élete. Becsüld meg hát a kenyeret. Neveld te is a kenyér tiszteletére gyermekedet. Adja meg az Isten a mindennapi kenyeredet. Holtodig legyen kenyér a kezedben. Kenyeret adj te is gyermeked kezébe. Nekszer Károly az első kenyér ünnepére című versét Kalvas Ándor adta elő.
Mindenható Isten, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban. Hála telt szívvel borulunk le előtted, amikor megköszönjük neked a találkozásnak, az Isten tiszteletnek a lehetőségét. Hála telt szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük, hogy veled és egymással való találkozásra készítettél időt, de nem csupán emberi keretekben, hanem kitágítottad a mi emberi életünk területét, és nem csak földrajzilag, hogy most itt köszönhetjük azokat a testvéreinket is, akik nincsenek velünk hétről hétre, de valahol a lelkünk mélyén mégis bennünk élnek, és most íme hálás a szívünk, hogy velük együtt lehetünk előtte. De kitágítottad a találkozás lehetőségét úgy is, hogy most a földi országot egybenyitott számunkra a mennyeivel. És légy áldott azért, hogy mi ebben az országban is otthon érezhetjük magunkat. Köszönjük neked, hogy bár a földön, földrajzilag mindannyiunknak talán máshol van az otthona, de együtt mégis otthon vagyunk a te áldott atyai házadban, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus helyet készített nekünk. Urunk, arra kérünk téged, legyen áldás ezen az alkalmon. Legyen áldás a találkozáson, legyen áldás az Isten tiszteleten, mert a te áldásod nélkül hiába való nekünk, bármiben is fáradozunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk téged, nyisd meg szíveinket, hogy az igére tudjunk figyelni. És kérünk téged, hogy nyisd meg az ige hirdető ajkát, hogy ne csupán emberi beszéd, hanem valóban a te szabad hangozzék itt. Hallgass meg bennünket, mennyei Atyám, a te szent fiad nevében. Amen. Azt gondolom, hogy különleges a város számára, hiszen testvértelepülési találkozó keretében látjuk vendégül magyar és más nemzetiségű barátainkat, ismerőseinket. De különleges ez a nap a gyülekezet számára is, hiszen hitbéli testvéreink ünnepelnek velünk együtt. Olyanok, akik Erdélyből, Olaszterekről érkeztek, és várjuk azokat is, akik a nap folyamán esetleg majd vendégeink lesznek, akik Ácsról indultak, és talán erre a napra, erre az ünnepre visszatérnek ide együtt ünnepelni a szülőfalu, a szülőváros területére. És különleges ez az ünnep, ami számunkra a szimbolitája szerint is, hiszen a Magyarok Kenyere rendezvény sorozatának egy új epizódja is kezdődött, a testvérek kenyerének az ünneplése. És ez az ünnep valahogy úgy kezdődött, hogy összehordtuk a húzát. Hogy minden településről hozta az Isten áldásából, és ezt összehordtuk, összeöntöttük. És most szeretném ezeket a szavakat egy kicsit hangsúlyozni. Összegyűltünk, összehoztuk, összeöntöttük. És majd aztán összeőrüljük, és majd aztán összegyúrjuk, és majd aztán úgy eszünk belőle, minden falatnál érezve, hogy összetartozunk. Szeretettel köszöntjük a kedves Ázsi Református gyülekezetet, Olasztelek Református Egyházközségének és Tüzesbörönyi Ferenc tiszteletes úrnak is üdvözletét hoztuk magunkkal erre az alkalomra. Egy kicsi székelyfaluban nagy öröm, ha nemzettestvéreinkkel együtt lehetünk, akár az ácsiak jönnek Olaszfelekre, akár az olaszfelekiek vannak itt Ácson. Az pedig még nagyobb ünnep, ha együtt is ünnepelhetünk. Mi itt Ácson két nagyon fontos ünnepet ültünk együtt, a kenyér ünnepét és a reformáció ünnepét, a reformáció emlékünnepét. Életünk alapjának, életünk alapját ünnepeljük itt együtt, a test és a lélek nélkülözhetetlen forrását. A reformáció 500. emlékévében mi az olaszteleki harmónia kórus egy csoportja, egy kis műsorral szeretnénk köszönteni a kedves ácsi gyülekezetet. Imádkozzunk a hazáinkból!
Tessenek összegyűlni és eljönni a szeretet.